Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit, Életvitel című műsorunkat látják. A mai epizódban hasznos tanácsot kaphat, én úgy gondolom, bárki, de elsősorban ezt a beszélgetést azoknak ajánlom, akik a táplálkozásukra figyelve szeretnének egy egészséges életmódot kialakítani a mindennapjaikban, és ehhez szívesen veszik, hogyha adunk jó tanácsokat. Nevezetesen nem én, hanem kedves vendégem, aki elfogadta a meghívásomat, Tóth Judit, aki Máté Szalkáról érkezett, akik pedig valamilyen táplálék allergiával, hatóanyag allergiával küzdenek, és úgy tűnik, hogy ez a következő esztendőkben sem fog megváltozni, nekik pedig melegen ajánlom, a következő fél órát tartsanak velünk. Köszönöm, Judit, hogy elfogadtad a meghívást, és tudunk ilyen nagyon-nagyon fontos és hasznos dolgokról beszélgetni. Én ezt a beszélgetést azzal kezdeném, hogy 2018 egészség hőse lettél. Mivel lehet egy ilyen címet kiérdemelni, és ezt ki adja? Köszöntelek benneteket. Hát ezt a címet azok érdemelhetik ki, akiket erre jelölnek. Hatféle kategóriában történt jelölés, és az egyik ezek közül az egészségügyi szakember kategória volt. Ez a jelölés úgy történik, hogy valaki olyat jelölhetnek, aki önszántából sokkal többet tesz az embertársaért, mint az kötelezettsége volna, és ezért nem vár fizetséget. És ebben a kategóriában jelöltek engem is, 49 jelöltből sikerült nekem Máté Szalkáról elsőként megnyernem ezt a díjat. Egy picit gratulálunk hozzá természetesen, és nem ezért hívtalak beszélgetésre, de ez is egy nagyon fontos momentum az életedben. Hogyan kell azt érteni, hogy többet teszel az átlagemberhez képest a körülötted élőkért? Tehát mi az, ami erre késztett téged? Hát amikor az én gyerekem ételallergiássá vált, akkor elég sokat küzdöttünk azért, hogy a mindennapok gördülékenyen menjenek, és úgy gondoltam, hogyha nekem ez olyan kitaposottá vált ez az út, akkor miért ne segíthetnék azoknak, akiknek meg ez még gondot okoz. És azon túl, hogy a mentes étkezésben megpróbáltam segítséget nyújtani, elsősorban konyhatechnológiai segítséget nyújtani, hiszen ezekkel a lisztekkel teljesen másképp bánunk, és nagyon képbe kell legyünk, akár adott esetben egy fűszer is okozhat görcsöket egy gluténérzékenység esetén. És utána elkezdtem ebben még tovább fejlődni, idézőjelben önmagamat fejleszteni, és aztán már az egészséges táplálkozás, mint olyan, is bekerült a repertoáromba, és elmentem gyerekekhez, iskolákba, vagy akár óvodákba, és azt láttam, hogy ők ezt nagyon élvezik, hogy közösen egészséges ételekről ismeretet szereznek, illetve ha van rá lehetőségünk, akkor együtt készítünk is valami egészséges finomságot. Én úgy gondolom, hogy évtizedek óta, hogyha az ember figyel a médiába időről, azért az egészséges táplálkozásra való felhívással mindig is lehetett találkozni, csak valahogy már az embert nem érte el, tehát az inger küszöbét már nem érte el. Ó, hát egészséges táplálkozás. Persze, hát mindenki eszik azt, amit egyébként otthon megszokott, ahogyan felnőtt, és észre kellett venni, hogy az utóbbi években, és talán itt is évtizedeket lehet már mondani, egyre többen váltak ételallergiássá. Tehát az a környezet, illetve amit beviszünk a szervezetünkbe, sokaknál egyre több embernél tudja ezt kiváltani. Éppen ezért kérdezem, hogy te miért nem, vagy ti miért nem vettétek figyelembe mások tanácsait, hiszen azt gondolnám, hogy korábban is egy ilyen kitaposott út, mint ahogyan te is említetted, már kellett, hogy legyen. Hát volt valószínűleg, volt sokaknak ilyen kitaposott útja, csak nem mindenki érezte magában a késztetést arra, hogy ezt úgy közzé tegye. És én meg azt éreztem, hogy... Tehát a segítő szendék? Így van. Aha. És én meg azt éreztem, hogy nekem ez olyan jó érzés, amikor valaki, olyas valakivel találkozok, aki szintén érintett, és ahogyan mondtad, egyre többen vannak, és valahogy akaratomon kívül elterjedtem, idézőjelbe téve a köztudatban, és aztán már úgy tudatosan kerestek meg, hogy tényleg, ha valaki ételallergiás, akkor ó, majd Judit segít, és akkor úgy szívesen segítek, és ezt tudják, és a mai napig keresnek. Na, az imént megfogott egy mondat, amit mondtál, hogy a gyerekek, hogy milyen nyitottak, meg érdeklődnek, mikor azt mondod, hogy arról beszélsz, hogy hogyan lehet egészségesen táplálkozni, az ember nem ezt gondolná a gyerekekről. Te ezt hogyan tapasztalod meg, vagy hogyan csinálod, hogy mégis érdekli őket?
Igen, igaz, mert emlékszem rá, amikor eleinte elmentem gyerekek közé, akkor felhívta a pedagógus a figyelmemet, hogy legyek nagyon türelmes és nyugodt, kb. 20 percet kapok, mert addig lehet lekötni a figyelmüket, és ez nekem sikerült 2x45 percben is. Én azt gondolom, hogy meg kell keresni a hozzájuk vezető utat, le kell ereszkedni, ha kell, az ő korosztályuknak megfelelően kell fogalmazni, és ők ezt nagyon, nagyon akarják, és nagyon nyitottak. És amikor azt láttam, hogy visszamegyek egy következő adás keretében, és a vizes palackokban víz van, akkor az nagyon jó dolog. Akkor megérte. Hány éves kortól érdemes egyáltalán neked tanácsokat, jó tanácsokat adni gyerekeknek? Hát meglepődsz, volt egyszer egy óvodás csoportom, az egy vegyes csoportot akart, ami azt jelenti, hogy 3 és 6 éves kor között voltak gyerekek, és amikor feltettem a kérdést, hogy milyen vitaminokat ismerünk, akkor nem volt olyan 3 éves, aki nem mondott volna egyet. Tehát azt gondolom, hogy tehát abszolút óvodás korban el lehet kezdeni a tudatosságra nevelést. Itt az asztalon most vannak ételek és vannak újságok, kimondottan itt most receptárakról van szó. Köztük van olyan is, amin még a fotód is rajta van, hiszen sorra nyered ezeket a receptversenyeket. Hogyan lehet egyáltalán nyerni egy ilyen versenyen? Kik azok, akik elolvassák, vagy meg is csinálják ezeket a recepteket, vagy hogy működik ez? Bárkinek lehetősége van beküldeni ezekbe a receptekbe a receptjeit. Én, mivel mentes recepteket készítek, és nagyon-nagyon szeretek velük kísérletezni, és ezeket le is vetem papírra, sőt a saját közösségi oldalamon osztom is, és nagyon nagy örömmel szolgál, amikor visszaküldik a képeket, hogy sikeresen elkészítették, és hogy mennyire nagyon jó. És a szélesebb körben pedig így van rá lehetőség a újságokon keresztül közzétenni, bár nyilván nagyon sokat beküldenek, és nem kerül mind be az újságba, de én végtelenül szerencsés vagyok, mert közel 50 labba szerepelnek már, több mint 100 receptem jelent meg eddig a receptárban, de több más ilyen receptújságban is. Tehát beküldi bárki, és hogyha arra érdemesnek találják azt a receptet, akkor maga az újság megjelenteti. De akik döntenek, tehát a szerkesztők, hogy beszerkesztik-e vagy sem, szerinted ők tudják, hogy amúgy ez milyen lehet, vagy hogy finom-e, vagy hogy néz ki a valóságban? Hát nem feltétlenül gondolom, mert ezekben is nagyon sokszor lehet nyerni, mert ezekért nem fizetnek. Tehát ezek olyan receptek, amiket önszántadból küldesz be, és nem vársz érte fizetséget, viszont ha nagyon jónak értékelik, nem feltétlenül kóstolás alapján, szerintem itt elsősorban az összetételét tekintik, hogy minél könnyebb, egyszerűbb, kommerszebb, könnyebben elkészíthetőbb legyen, és azért valamilyen szinten vizuálisak vagyunk, tehát jól is nézzen ki, és akkor ők döntést hoznak, hogy mi kerül az újságba, és ezek közül pedig kiemelnek időnként egyet-egyet, és nekem is nagyon sokszor sikerült már nagyon-nagyon klassz dolgokat nyernem tőlük. 2019 tavaszán beszélgetünk, és azért széles a mosoly az arcomon, mert hogy ez ugye print termék, tehát kézbe fogható újság, amikor azt mondják, hogy a mai világban, a 21. században már csak online működik minden. És akkor ehhez képest ilyen elég magas számokat lehet itt elmondani, hogy hányan vásárolják ezeket a kiadványokat, ugye? De hát nyilván neked erről pontosabb információid vannak. Lehet, hogy 21. század van, és lehet, hogy az interneten már minden megtalálunk, de ezekben az újságokban csak is kizárólag olyan receptek szerepelnek, amik ki vannak próbálva. Mert amikor valaki adott esetben magam dolgairól tudok beszélni, ételérzékenyé válik, akkor elkezdik nyitni az internetet, és azt látja, hogy bekerültem egy erdő közepébe, és hova tovább. De ezek az újságok, illetve azok az emberek, akik ezzel foglalkoznak, mint ahogyan én is, és megosztunk bizonyos recepteket, az biztos, hogy ki van próbálva, az tuti, hogy sikerülni fog, és ami nagyon fontos, hogy mögötte vagyunk mi, adott esetben én, és minden alkalommal, amikor valakinek kérdése támad, azt ott felteheti. Mikor kezdődött a ti életetekben a próbálkozás? A saját utatoknak a kitaposása? Hát 6 éve konkrétan igyekszünk. Az egészséges táplálkozás, mint olyan, az mindig részét képezte az életemnek, az életünknek, mert erre nagyon próbáltam figyelni, hogy semmi olyat ne adjak a gyerekeimnek az asztalra. Hány tagú a családotok? 4 vagyunk, és csak a kicsi lányom ételérzékeny, a többiek, tehát egyikünknek sincsen semmilyen problémája, hála Istennek, de nem is eszünk egyformán. Tehát amit el lehet készíteni közösen, azt arra törekszem, ugye idő függvényében ez nagyon fontos szempont, de külön étkezünk, tehát egy mentesség esetén, mondjuk egy gluténérzékenység esetén a mentesség nem csak annyiból áll, hogy nem ehet meg egy szelet kenyeret, hanem itt higiéniás dolgokra is figyelni kell, teljesen elkülönítve kell mindent elkészíteni, és ez elég sok időt, energiát igényel. Úgyhogy
Ezt így csináljuk otthon. A felvezető időszak meddig tartott neked, amíg úgymond ráhangolódtál erre az utadra, hiszen azért neked van egy mindennapos foglalkozásod, tehát valóban egészségügyi szakember vagy, ha úgy vesszük, de biztosan volt egy olyan időszak, amikor még nem mondhattad magadról, hogy hú, de ügyes vagyok, hú, de jó ötleteim vannak, hiszen még a hozzávalókat fedezted föl. Igen, hát szerencsés voltam a szerencsétlen helyzetünkben egy kicsit, hiszen korábban is ezzel foglalkoztam, tehát olyan helyen dolgoztam, ahol ezek az alapanyagok, meg ezeknek az ismerete nélkülözhetetlen volt. És tulajdonképpen akasztották a hóhért, amikor belekerültem ebbe az egész körforgásba. Hát nem volt egyszerű, mert hazudnék, ha azt mondanám, hogy egyszerű volt, de valahogy engem nagyon szeret a Jóisten, mert bármit kitaláltam, és most lehet, hogy ez egy picit nagyképűen hangzik, de nekem minden sikerült. És egyszerűen, mert nagyon akartam. Mert azt akartam, hogy a legjobb legyen. És ez a legjobb a te kislányodnak tulajdonképpen, így hogy van. Ilyen anyukája van. Hát remélem. Hát mert így nem szenved hiányt. Tehát ha vágyik édességre, ugye nem biztos, hogy ti egy bármilyen csokoládét, vagy kekszet meg aztán végképp nem emelhettek le az üzletek polcairól. Így van. Vagy ha megtehetnénk is, akkor általában ezek a gyerekek, akik ilyen nagyon-nagyon szenzitívek, azért fenntartással kezelik, és inkább azt mondják, hogy ó, akkor inkább nem kérem. Tehát velünk is előfordul számtalanszor, hogy elmegyünk valahová, és bizonygatják, hogy ez tuti, ezt megeheted, ettől nem lesz semmi bajod, és összenézünk, és mondja, hogy inkább nem. Mert ugye akkor a görcsökkel jár egy ilyen bűnözés, még ha nem tudatos akkor is, hogy nem biztos, hogy ez megéri. Azt tudod-e, nyilván utána olvastál, vagy találkoztál már olyan személyekkel, akik nem veszik komolyan, ha van nekik ételallergiájuk? Hát bizony, sajnos nem veszik komolyan, és én ahol csak vagyok, és mondjuk ilyen ételérzékenyek körében van lehetőségem elmondani, amit tudok, és továbbadni, amit tudok, akkor arra azért erőszeretettel felhívom a figyelmet, hogy ez nem játék. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy egy laktózérzékenység esetén, ami viszonylag egy könnyen kezelhető ételallergia, ott maximum van egy hasmenés, és túl vagyunk rajta. De azért egy gluténérzékenység esetén itt a bélbolyhok olyan szinten el tudnak halni, ahol pedig az élet van. Tehát a beleinkben van az életünk, az összes védelmező rendszerünknek a 70%-a. És hogyha ezek a bélbolyhok elhalnak, akkor megszűnik az immunitásunk. És aztán csak azt vesszük észre, hogy jó, bűnöztünk, hát fáj egy kicsit a hasunk, megy az élet tovább, de azt vesszük észre, hogy idő után hullik a hajunk, egy idő után nincs elég vas tartalékunk, egy idő után lefogyunk, tehát egyszerűen elfogy a szervezet, mert megszűnik a tápanyag felvétel. Ezt nagyon komolyan kell venni. Nagyon komolyan, és bár erre mindenhol felhívják a figyelmet, de még mindig van, aki azt mondja, hogy ó, hát gluténérzékeny vagyok, csak egy keveset eszek, de itt nem lehet csak egy keveset enni, semennyit se lehet enni. Ha belegondolunk, lehet, hogy elsőre úgy tűnhet, hogy ha egy kisgyerekről kiderül, hogy ételallergiája van, és mondjuk beszéljünk éppen egy glutén érzékenységről vagy intoleranciáról, azt gondolnánk, hogy talán ők nehezebben küzdenek meg ezzel, vagy fogadják el, mint egy felnőtt ember, pedig nem biztos, hogy így van, mert lehet, hogy aki már mondjuk az élete felét, vagy kétharmadát leélte, egyszerűen képtelennek gondolja magát a váltásra. Ez igaz. És mindig mondom, amikor olyan emberekkel találkozok, akik azt mondják, hogy hát ez nem lehet, hát ez lehetetlen, hát itt mindent ki kell cserélni, itt nem lehet megenni egy fűszert, itt le kell mondani egy süteményről, és akkor mindig azt mondom, hogy az én gyerekem 8 éves kora óta nem vett a szájához semmit, amiben van glutén, pedig ő is kívánja. És nem egyszer előfordul, hogy elmegyünk egy olyan helyre. Hát, hogy ráadásul tudja is, hogy milyen, hiszen vannak emlékei. Pontosan így van. Neki már volt egy kialakult ízlése, egy kialakult ízvilága, amit le kellett tenni. És megértette. És a gyerekek százszor okosabbak a felnőtteknél, és tudatosabbak. És ezt elmondhatom csak az egészséges táplálkozás kapcsán is. És az a baj, én abban látom a problémát, hogy nagyon rohanunk. És nem fordítunk erre otthon se elegendő figyelmet. Az iskolában nyilván a pedagógusnak nem ez a dolga. De hogyha van rá lehetőség, és vannak olyan emberek, akik elmennek, és tényleg én is csak egy pár répát vágunk össze, és elmondom, hogy a répa miért nagyon hasznos, és elmondom azt, hogy a barna kenyeret ne azért edd, mert hogy az barna, hanem elmondom, hogy miért jó az. Vagy szemléltetem, hogy mi az a rost, és megértik. És ők fel tudják fogni, hiába egy harmadikos gyerekről beszélünk, most például a harmadikos gyerekeknél voltam, olyan nyitottak voltak, és azt mondták, hogy tényleg igaz. Tehát így, ha már elmagyarázod, és tényleg is leültünk, és körbeültünk, és megnézegettük, és megbeszéltük, nagyon nyitottak.
és ezekből lesznek az értékes felnőttek, akik már tudatosan fognak táplálkozni. Felnőttkorban nem annyira egyszerű ez a történet. De gyerekeknél még ott van az esély arra, hogy meg tudjuk reformálni a táplálkozásukat. Dolgozol a hétköznapokban, ott a családod, újabb recepteken töröd az agyadat, ami nem tudom, hogy egyébként így 6 év után még ugyanúgy lelkesít amúgy? Nagyon. Szóval, hogy mindemellett én azt látom például a közösségi felületeden is, hogy mindenkire van időd. Hát igen, úgy kell osztani, hogy legyen. Igyekszem úgy osztani, hogy legyen. Mert ráadásul én úgy tudom, hogy aki megkeres téged, és szüksége van tanácsra, akkor te azt tiszta szívjóságból teszed, ami azért a mai világban pedig végképp nem egy általános dolog. Nagyon szép, de nem általános. Hát lehet, hogy így van, de én meg azt gondolom, hogy aminek a birtokába kerültem, és amiért nagyon sokat dolgoztam, azért nekem olyan jó lett volna, ha valaki segít. És nem gondolom azt, hogy némi pénzzel jobban érezném magam. Viszont ha figyelted a közösségi oldalamat, és elolvastod azokat a kommenteket, amiket kapok, az szerintem bármennyi pénzzel felér. És nekem ez jelent értéket, ez képvisel értéket a munkámban. Nekem is, csak jelzem, minden nap nem találkozunk az élet minden területén ilyen emberekkel. Tehát ez is egy nagyon fontos szempont volt, hogy most itt tudunk beszélgetni. Ez is egy nagyon fontos része a te életednek. Egyre kevesebb a szabadidőd, ezt azért kijelenthetjük, hiszen már nem csak ebben a régióban, hanem már a Dunán túlra is többször hívtak, úgymond megmérettettél már többször, többféle közönség előtt beszéltél, tartottál különböző előadásokat. Most ezt úgy értem, hogy különböző, hogy ugye van, amikor egy tápláléktípusra koncentrálsz, vagy egy hatóanyagra koncentrálsz, vagy egy bizonyos olyan közösséghez beszélsz, akiknek ugyanaz a problémája. Mi vár rád a közeljövőben? Mi a folytatás? Hát valahogy mondd el, mert tudom, hogy sok minden. Igen, hát a folytatás az én elképzeléseim szerint, vagyis amit én a legjobban szeretnék, ha végre meg tudnám könyvformájában ezt a rengeteg információt kézbe tudnám fogni, és oda tudnám adni azokkal a gondolatokkal, amiket minden előadásomon elmondok, összegezve, hogy azt tudjam mondani, mert azért tény, hogy mikor tartok egy másfeles előadást, azért az egy annyira tömény információ, hogy abból mindent magába szeretne az ember szívni. És mindig megtapasztalom, amiután eljövök, hogy megkeresnek újra, és ezt hogyan is mondtad, és ez miről is volt szó, és minden alkalommal hiányzik a könyv, mert valóban ott van az internet, de amit már az előbb is elmondtam, amikor egy összeszedett, kibevált, kipróbált receptúra, vagy az életmódbeli változtatás, mert azért egy halmozott érzékenység esetén, aki mondjuk cukorbeteg és gluténérzékeny, az borzasztó kihívás. Tehát ott már nem csak arról beszélünk, hogy nem ehetsz kenyeret, hanem az a kenyér mennyi szénhidrátot tartalmaz, hogyan tudnám lecsökkenteni. Adott esetben egy kamasz fiúnál például, ott hiába fogom neki azt mondani, hogy hát nem ehhez csak ennyi gram szénhidrátot, amikor haláléhes. Tehát ott mindenképpen kellenek a praktikák, a taktikák, hogy olyan tányért tudjak elétenni, amire adott esetben, ha ránézek erre a patátára, azt mondom, hogy 2 hamburger, nagyjából, mondjuk a fél fogára kb. Elég lesz, de ha cukorbeteg, nem ehet többet? Na de ha ez zsömléből készül, és mondjuk nem patátából, akkor meg egyet se ehet meg. Tehát, hogy itt ezekre a praktikákra, és azt szeretném, az az álmom, hogy egyszer ezeket a recepteket, meg ezeket a gondolatokat, amiknek a birtokában kerültem, és megtanultam, és kitapasztaltam, azokat át tudjam adni így, és azt mondjam, hogy figyelj, innentől kezdve akkor sokkal könnyebb lesz az utad, és elő fogják venni, mint ahogyan az újságokat előveszik, mert ez már van, ez bevált, ez biztos, hogy jó. És hány recepted van úgy, Satper kb.? Hú, hát nagyon sok. Nem tudom, vagy 800 bizonyára van. Neked van kedvenc? Ami Tóth Juditos? Hát, ez most mind a kettőm az asztalon van. Na, szuper, akkor egy kicsit beszéljünk ezekről. Ez most mind a kettő. Azért, mert az egyik kedvencem, amikor én ezt feltettem, és kipróbáltam, és megcsináltam, akkor azt is írtam hozzá, hogy több mint 1000 receptem van, így is mondhatnám, de ez az egyik kedvencem. Mert amellett, hogy rettenetesen finom, nagyon alacsony a szénhidrát tartalma, mondhatni, bárkinek oda tudom adni, akármilyen problémája van,
és nagyon-nagyon finom. És a sült krumpli, mint olyan, mindenki kedvence, a gyerekeket sem lehet róla lebeszélni, de hogyha mondjuk nem bőolajba sütjük ki, hanem csak simán egy sütőpapíron, mint ahogyan ezt most én is tettem, akkor sokkal többet meg lehet belőle enni. A másik pedig a linzer, ez meg azért az egyik személyes kedvencem, mert ezt is most jelenleg a gyerekemmel készítettem. És nagyon fontosnak tartom, nem csak ételallergia esetén, hanem úgy egyébként is, hogy főzzünk együtt, hogy készítsünk együtt olyan dolgokat, ami örömet okoz, amire büszkék vagyunk, meg ezt most mi együtt készítettük, meg hogy úgy eladja magát, így is fogalmazhatnék, idézőjelbe téve. Tehát, hogy ezek azért személyes kedvenceim, és hát az együtt főzés öröme. Az nagyon fontos. Mi is benne vagyunk ebben a cipőben, járunk mi is otthon, és nagy segítségre van szükség, amikor vásárolni indulunk. Ki csinálja jól? Ki tud jól vásárolni egy ételallergiás embernek? Hát nyilván ezeket az alapanyagokat nem tudjuk megvenni, nem feltétlenül tudjuk megvenni bármilyen üzletben. Célzottan megyünk vásárolni általában olyan üzletbe, ahol csak és kizárólag ilyeneket forgalmaznak. Ott azért döntő többségében olyan emberek vannak, olyan eladók vannak, akik tudnak nekünk segíteni az alapanyagokban. Hát a felhasználhatóság az egy másik történet, a gyakorlat az más, mint egy alapesetben, de azt gondolom, hogy itt a környékünkön nem okoz gondot ez. A környékünkön nem. Sokféle márka van, érdemes-e mindegyikkel próbálkozni, vagy amit már ezek az üzletek kínálnak, valamennyi alkalmas arra, hogy dolgozzunk velük? Hát bevallom őszintén, hogy én azt gondolom, hogy már majdnem minden márket kipróbáltam, és vannak nekem is kedvenceim. És hát arra törekszem, hogyha előadok, illetve a receptjeimnél is azokat jelölöm meg konkrétan, ami nekem a legkevesebb nehézséget okozta, és a leginkább bevált. Meg a legkönnyebben kezelhető, mert egyik sem kezelhető túl könnyen, de vannak olyan márkák, amik viszonylag könnyen kezelhetőek. Visszatérve itt a közeljövőben történő eseményekre, ugye beszéltél egy könyvről, hát mondjuk ki szakácskönyv, ugye? Igen. Amiben ugye jó tanácsokat is el fogsz rejteni az olvasóknak. Azért ehhez kapsz segítséget, hogy ez megjelenhessen. Szerintem ezt elmondhatjuk. Igen, kapok, illetve egyelőre még úgy tűnik, hogy kapok segítséget. Egyedül egy könyvet ma létrehozni nem egy egyszerű történet. És itt nem csak az anyagi részére gondolok, hanem nagyon-nagyon sok olyan bürokratikus része van, amit nem annyira egyszerű magánszemélyként kitaposni, hogy ez meg is valósuljon. Úgyhogy kapok segítséget. Nagyon szerencsés vagyok, mert a munkám mellett olyan emberek vesznek körül, és azt gondolom, hogy a jó szándék az visszaszáll, és én ennek csak a pozitív hatását érzem. Úgyhogy hát mindemellett a Jóistenre bíztam, és hogyha ő azt akarja, hogy legyen, akkor lesz is. Előadásaid is vannak kilátásban, ugye? Akár még itt a környéken is. Igen, készülök. Nyírbátorba készülök most nagyon. Úgyhogy bízom benne, hogy ott is sikerül majd egy nagyon jó kis előadást. Ráadásul ott is van segítséget, hiszen az egészségfejlesztési iroda is gondozásába vette. Igen, ennek nagyon örülök, és nagyon igyekszem ennek eleget is tenni. Szerintem jó lesz, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok felnőtt és gyerek fogja azt mondani, hogy amit mindig várok, ezt a mondatot mindig várom, minden előadás után akkor vagyok nyugodtan, ha azt hallom, hogy ha ez tényleg ennyi, hát ez menni fog. A fiatalok továbbra is ők célpontok, tehát velük ugye folyamatos a találkozási lehetőség, hiszen az iskolák már keresnek téged, iskolák, óvodák. Hála Istennek, keresnek általános iskolák is, és nagy örömmel, ahogy csak a szabadidőm engedi, akkor megyek. Mindent követ, megmozgatok, és úgy időzítem, hogy tudjak ott lenni, de középiskolák is hívnak. Nagy örömmel megyek, és azt tapasztalom, hogy időnként olyan elcsépeltnek tűnik ez az egészséges életmód, de a saját bőrömön tapasztalom azt, hogy akár egy 18 éves is nyitott, sőt, tovább megyek utána, nagyon sokszor megkeresnek külön. Lehet, hogy akkor éppen ott nem, mert hogy ez egy kicsit ciki, de megkeresnek külön. És rettenetes sikerélményeim vannak, és ez nagyon tud előre vinni. Nos, hát biztosan meg fogjuk kóstolni majd ezeket a finomságokat, amint lehetőségünk nyílik rá. Én itt a beszélgetés vége felé én arra kérnélek, hogy azért egy ilyen családi menüt, mondjuk egy ilyen hétvégi menüt, amikor azért biztosan le tudtok együtt ülni az asztal mellé, ebédelni, vagy vacsorázni, hogy mondj nekünk egy ilyet, amiből a kislányod is tud enni, vagy amit
te találtál ki? Hát nálunk például a legkedveltebbek a krémlevesek, azokat teljesen mentesen át tudjuk készíteni. Mondjuk egy sárgarépa batáta püré krémleves, ami most volt nem régen menü nálunk, és azt egy ilyen bacon chipszel nagyon-nagyon szeretik, a gyerekeim is. Hát, illetve ami mindig menő, az a spagetti, ezt nem lehet megunni, de a legutóbbi receptversenyen, amin részt vettem, ott egy kicsit megreformáltam, és én beletöltöttem a spagettit a sütőtökbe. És hát az valami fantasztikus volt. Nem kell félni az ízektől, ezt is mindig mondom, mert óckodunk. A batátától óckodunk a sütőtöktől, mert megszoktunk egyfajta étrendet. Ez a mi kultúránknak egészen csak ez képezi a részét, hogy mi tésztát eszünk, és krumplit eszünk, és rizset eszünk. Meg húslevest. Meg húslevest eszünk, igen. És hogy nálunk ez egy kicsit úgy felborult, amit én nem bánok, mert nagyon színesen eszünk. Sokkal színesebben eszünk, mint egyébként ennénk, hogyha csak ezt a konvens étkezést követnénk. És mi volt a legutóbbi nyertes recepted? A legutóbbi nyertes recettem az a sütőtökös spagetti volt. És előtte? Előtte pedig egy töltött batáta volt, ami egy gyerekeknek szóló receptverseny volt, és ott én ebből a töltött batátából egy kis autót készítettem el, és az nagyon megfogta a zsűrit, és ez ott az első helyre volt elegendő. Gratulálunk hozzá, és további sikeres munkát kívánok. Nagyon köszönöm. Jó egészséget. Köszönöm. Kedves nézőink, ennyi fért a mai életvitelbe. Én bízom benne, hogy az önök számára is hasznosnak bizonyult ez a beszélgetés. További kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra! A műsor helyszínét a nyíregyházi John Bull Pub biztosította.